Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket erről a külső helyszínről, ti a munkanaplót látjátok. A mai epizódban szeretnélek elkalauzolni titeket egy olyan hotelbe, amit a délszláv háborúban szanaszéjjel lőttek, ez Zadartól nem is van túlzottan messze, ezt fogjátok látni egy ilyen igazán érdekes kis urbex videóban. Némi szájpróbálkatás ez is részemről, ugye szerettem volna kipróbálni valami újat, itt a téma pedig természetesen adta magát. Utána néhány érdekességet szeretnék bemutatni, egyrészt lesz egy kazán karbantartás, egy eljel közel real-time videó, tehát nagyjából olyan hosszúságú lesz, mint ameddig valójában tart. Néhány apró vágás van benne, de ez csak azért van, mert fel kell menni a kocsi, az néhány alkatrészén, ezért. Illetve a műsor végén pedig egy H+J-s videót fogtok látni, abban az esetben, hogyha elektródákat kell cserélni egy egészen nagyméretű gáz készülékben, ezt fogom megmutatni, hogy hogy kell. Fogadjátok szeretettel, kezdődjön az útinapló, aztán pedig indulhat a munkanapló.
Remélem érdekes volt, hogyha igen, akkor írjátok meg kommentbe a véleményeteket, és hogyha tetszett az ilyen típusú Urbex videó, akkor dobjatok egy lájkot, illetve osszátok meg, hogyha lehet, és akkor most jön a lényeg, hiszen jön a szakmai része, kezdődjön a munkanapló. Nos, hát nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, egy Wismann Bitodens 200-as típusú kondenzációs gázkazán társaságából. Lefogjuk a burkolatot róla. Remélem, hogy jól látszik, itt vagyunk arccal a kazárral szemben, ez a nagy gyönyörűség itt. Ez itt a hőcserélő, amit ugye egy irányzott nozzlattal itt ki is kapcsoljuk a kazán, úgyhogy szépen hozzá tudjuk férni. Majd a következő dolgokat kell vele csinálni. Egyrészt a hőcserélőt azt szépen ki kell venni az égőfejet, mert elektrodákat kell benne cserélni, illetve egy égőfej szigetelést, amit szintén ki kell meg belőle szedni, illetve egy kicsit elnézni kell, hogy minden rendben van. Jó irányzott mozdulattal már ki is vettük ezt az elemet belőle, és akkor most így az egész készülékhez már hozzá is férünk. Ugye első lépésben lemegyünk kutyába és a gázcsapot elzárjuk, mert a gázcsap elzárása után szépen fogjuk nyitni az egész készüléket, elnézést a csörgésért, nem volt szándékos, de előzően elnéztem be a készülékbe, hogy a megfelelő szerszakított legyen előtt, de mindjárt adottam ezt a csörgésdörgést. Úgyni. Tehát, amihez most első körben szükségünk van, ez egy vízpumpafogó, miután a gázt azt elzártuk, ezzel a vízpumpafogóval itt van ott egy hollander, ami a gázcsap hollandere is egyben, ezt itt szépen fogjuk és megnyitjuk, és ilyenkor idő van arra, hogy ezt árnyalás tömítést megnézzük, hát ez még nincsen nagyon széjátokva, ellenben minden alkalommal újat szoktam beletenni, tehát ide most egy új 3-4-es fingeri tömítés fog majd beépülni. Utána ugye szépen eltávolítjuk az összes vezetéket erről a készülékről, mert hát az ott nagyon jól fog tenni. Ami itt van, ez a vezeték, ez elméletileg nem túl vészes, hogyha ott marad, azzal nincsen különösebbképpen gond, mert hát ez úgyis ugye együtt jön ki a magával a égőfejjel. Viszont én azért szoktam levenni, mert akkor itt így egy úttal ezt már ki is tudom venni innen a gyújtó elektródát, illetve utána a gyújtó elektróda kivétel után pedig ki fogom tudni venni a ionizációs elektródát is. Nem tudom, kinek tűntem már fel, vagy mennyire látszik így ezzel a kamerással, szóval itt van a régi elektróda, amit egyébként csak az információ véget mutatom, egyrészt nagyon meleg, de itt azért látszik, hogy egy kicsikét el van már égve ezen a ponton, remélem, hogy látszik így. És ezt egyébként minden évben cserélni szoktuk, bár hogyha egy drótkefével vagy egy finomabb sminkűvel megtisztítod, akkor még az használható. Ezt arra felmondom, hogyha nehogyisten elkoszolódik, vagy elég, akkor ugye nem fog szikrázni, és ezzel még egy kicsit vissza lehet hozni a holtak világából, hogy úgy üzemeljen a készülék. Ez jó párszor előfordult már velem is, amikor ugyebár ügyeletben voltam, és az ügyeleti idő alatt mondjuk egy ilyen karácsonykor bedöbik egy ilyen, és azt ugye ezeket úgy is megrendelni kell. Tehát amikor bedöbik egy ilyen, akkor ezzel azért vannak problémák. Sok esetben van, hogy a régit, amit kiszedek, mert ezeket még egyébként vész esetén be lehet használni. Én van, hogy itt hagyok benne a kazánba, hogyha valami van, akkor legyen mihez nyúlni, nehogy a homlokunk után kelljen kapdosni. Na, leszedtem magát a kazánnak az összes vezetékét, tehát most már csak ez a gyönyörűséges égőfej hiányzik, ezt kell majd szépen lebontani.
Az égő fejet ilyen különleges torszfejű csavarok tartják, ugye nekem van egy ilyen big fej készletem, azt így beállítom, ez teljesen jó is lesz hozzá. És ugye ennek a csavarhúzónak a különlegesség, hogy egy ilyen rasnyis kulcsot csárhát tovább nyitani. A jobb előkifejtés érdekében ez egyébként szerintem így teljesen jó is. Igen, azonnal lejön a készüléknek a lelke is innen most már. És ebben a gyönyörűséges nyári melegben, mint ő most mondtál, hogy mai nap, hogy augusztus 9-e van, és árnyékolja 32-3 fokot mutat a hőmérőjét Németországban is. Valami eszméletlen nagy öröm ilyen kazánokkal foglalkozni. Leginkább azért, mert ugye ezek mind ilyen 60-70 fokos üzemi hőmérsékleten állnak jelen pillanatban. És hát ilyenkor egy extrán van meleg, tehát nem tudom mennyit látszik, mennyire nem, de elég erősen jön a homlokon visszafele a kondenzvíz. Én szépen a szerszámomat azokat fölpakolom ide. Egészen pontosan azért, mert hogyha ezeket a csavarokat kiszedtem, akkor van még egy csatlakozó itt hátul, ami a ventilátornak a csatlakozója, és azt is majd ugye még ki kell innen szépen bányászni. De az csak akkor jön ki, hogyha már ezt az égőfét így magadra kifordítottad. Egyébként roppant kellemes és jó, hogy ilyen 70-80 fokos ez a vacak. Itt most ez azért történt, egy kicsit rátámasztunk. Ilyenkor jön a kedvencem, hogy egyrészt megtudva a törölni a homlokomat, másrészt pedig, hogy ki fogom bele tudni ezt az égőfélt innen hajtani. Kicsit rásegítünk, hogy jó legyen. Na, ez itt meg is van. Itt alul vannak olyan pontok, ahol nem 200 fokos, ott meg tudod fogni, és nem tudom, hogy itt látszik-e. Itt alul van még ez a csatlakozó, ezt kell még innen szépen kiszedni. Ha nem látszik, akkor erről a csatlakozóról van szó, tehát őt kell még kiszedni, hogy beférjünk ennek az égőfejnek az összes rejtekén, illetve hogy ki tudjuk innen végre bogarászni. No, ezt a kazánt, ezt a tavaly évben raktam rendbe, és a hála drága jó Istennek mondhatom, hogy ez tökéletes állapotban van, tehát ezzel a belső résszel tulajdonképpen semmit nem kell csinálni. Amit csinálni kell velem, az itt van alul a kondenzáció szifon, amit most ki fogok takarítani, és azt megmutatom nektek. Tehát egy kicsit közelebb érkeztünk ehhez a kazánhoz, hogy jobban láthatok, hogy itt vannak a vezetékek erdeje. És ugye itt van alul ez a gumicső, amit itt ugye ezzel a két kis ujjacskával itt szépen fel kell ide tolni. Itt lesz egy ilyen kis csatlakozó, aminek a kibányászása után ugye kijön ez a közdarab. Ez már a kondenzáció szifon bűzelzárójának a szerves része. Gyönyörű, tiszta. Nem szeretem megfogni, mert mindig gondok benne, hogy a csavárok. Általában bogarak is, hogy ez hogy kerül bele, mert soha nem terült még ki. Viszont akkor most ezt fogjuk, elvisszük és szépen kitakarítjuk, hogy megnézzük, hogy mennyi gané meg lerakódás volt benne. Megtaláltam a megfelelő helyet, tehát itt van ez a szifon, és látjátok, hogy nem lehet lehetne az aljára. Itt az alján szépen látszik az a kis fekete lerakódás, ami itt volt. És itt van még egy kis víz, amit hogyha óvatosan megnyitunk, akkor ki tudjuk szépen bogarászni belőle az összest. És ez itt tulajdonképpen elegendő is így a kitisztítása, tehát nézzétek meg, ilyen szép átjárható és tisztának kell lenni a kondenzáció szifonnak, mert ha eldugul és nem tud a kondenzvíz távozni, akkor az felgyömlik az égéstérbe, és attól viszont maga az égőfej fog elromlani, aminek a cseréje azért elég zsebbenyúlós. És akkor miután ugyebár ilyen szépen megtakarítottuk, ismételten mutatom ezt a szifont,
Akkor az itt tartjuk ezt szépen, leengedjük, ameddig engedjük, majd a lefolyó csövet vissza. De középként teljesen az a típus, mint amit a mosógépeknek a lefolyó csövénél lehet látni. Utána jön ez az elem, ezt ide szépen visszahelyezik a tetejére, majd koppanási gumigyűrűvel betoljuk, és ezt a fixáló kis műanyag pillanpátyot visszadugjuk, majd a legtetejére ugyebár visszahelyezzük a kondenzációs víznek a leeresztő vezetékét. Hogyha nyugodt van, akkor még egy kicsit ebben is lehet rajta. Lényeg az, hogy ez ugye ez a pont felé lejtsen, így bizonyára megvan a tökéletes lejtése. No, kondenzációs szifon rendben van, ha is akkor most tulajdonképpen a égőfejjel kell egy kicsit dolgoznunk, amiben ugye ki kell cserélni az elektródákat, illetve szintén ki kell majd cserélni a tömítést. Nos, mivel azért általában kreatívak vagyunk, így a készülék burkolata tökéletesen megfelel ilyen szerelőasztalnak is ilyen pillanatban, úgy is van kialakítva, hogy viszonylag azért stabil, tehát hogyha most nem fogjuk felrúgni, akkor nem lesz baj az égőfejnek, úgy ide fog jönni az gyújtóelektróda, ide pedig az ionizációs elektróda, és mivel egy évvel ezelőtt én ezt a készüléket javítottam, illetve hát ugye a karbantartás megvolt, az elektródáknak a levonóit ugye ide már fel is ragasztottam. Na remélem akkor most már jól látszik a változás, ugyebár a levonókat szintén felragasztottam a két ujját, és itt vannak az elektródák is, már csak a csavarokkal kell rögzíteni, meg ezzel az imbusz kulccsal. És akkor minden a helyére kerül, utána már csak annyi van, hogy átfordítjuk, mint a cselebogarat a hátára, és kiszedjük ezt a tömítést innen, és akkor most megmutatom, hogy hogy kell úgy kivenni félkézzel, hogy nehogy leverd az egészet a francba. Na, szóval ez itt beleült szépen, úgy látom, a helyére, itt a régi. Csak azért nem dobom el, mert nem szeretnék lehajolni utána. Lustaság, félegészség szokták mondani. Illetve és akkor itt lesz az új tömítés, amit most bontottunk ki. Ugye mind a két oldalt egyforma, mind a két oldalt ugyanolyan. Tehát ezt itt szépen ennek a egyszerű módszer alapján itt fogom és visszarakom a helyére. Itt a kis ujjacskámmal ezt helyre kell illeszteni szépen az egészet. És gyönyörűen bele is ment a helyére. Jó. Ezután már csak egy fontos dolog van, hogy megnézni a kellő elektróda távolságot, hogy ezért ez tökéletesen működjön, mert hát nem érzem hangsúlyozni, volt már olyan, hogy úgy érkezett meg, hogy hozzáért, és akkor igazából nem szikrázott, tehát hibát jelzett a készülék, és mire rájöttem, addig azért volt idő, mert hogyha kiszedtem az elektródát, megnéztem, működött, szikrázott, mi lehet a baj, miért nem gyújt be? Hát azért, mert ugye szépen megtakarítottam, kicseréltem ezt a gumigyűrűt, amit itt láttatok, visszaszereltem az égőfejet, utána kicseréltem az elektródát, és én hülye nem láttam, hogy annak nem kellett volna oda hozzáérni. De ez most így rendben is van, és akkor szépen most visszaszerelem ezt az egész égőfejet magából készülékbe. Gyakorlatilag csak azért, mert nem láttátok, ugye itt vannak a kábelek, amiket majd mindet szépen-szépen vissza kell építeni. És akkor hozom is az égőfejet. Ezért egy pillanatra eltettem. Ugye, mint említettem, van itt ez a csatlakozó alul. Ezzel kell kezdeni. Ez a csatlakozó, ha jól emlékszem. Nem? Jaj, elnézést. Ez. Így van. Ezt kell első körben beépíteni. Majd utána, miután itt hátul már megtalálta a helyét, akkor utána lehet szépen magát az egész égőfejet helyére rakni. Most már ezért hűt annyit, hogy visszaessen szépen a csavarokat tenni a helyére. Ugye szokásos módszerrel megfogunk egy csavart, beillesztjük ide, és hogyha egy tartja, akkor utána már el lehet engedni, hogy közelebb kerüljünk a tűzhöz. És természetesen arra gondoltam, hogy a tűzhöz való közel kérdés, ezt, hogy ti is jobban lássátok, tehát akkor ugyanúgy mennek szépen fölfele a csavarok a helyükre, mindegyik. Hát van, amik egy kicsit nehezen
kíván helyre menni. Ennek köszönhetően az is, hogy talán a alját túlságosan is meghúztam és befeszült. De ne feszüljünk be, mert így van. Most már helyre fog menni. Ugyebár az a helyzet, hogy mivel ez a hőcsérdő azért most is 70 fokos és a hőtágulás miatt egy kicsit szűkül a menet, ezért ilyenkor a csavarok nehezebben járnak. Hogyha hideg a hőcsérdő, akkor természetesen ez sokkal könnyedebben beérkezik a helyére. Amit egyébként én mindesetben el szoktam még végezni itt, hogy először csak a csavarokat addig teszed be, ameddig így teljesen könnyebben, vagy így ennyire kézzel, tehát ugye nem húzom meg. És majd utána egy ilyen csillag mintaszerűen átlóba meghúzom az összes csavart, hogy ez tökéletesen a helyére kerüljön. Itt az utolsó kis apró bizbasz, amit még be kell tenni, így van, helyére került. Na, akkor, igen, ugye visszakeszem ezt a rasnyis kulcsot a helyére, beállítom, hogy visszafele húz, és akkor egyes csavar. Ezt meghúzom viszonylag úgy, hogy ezért érezhetően tartsa. Ezzel szemben itt van a kettes. Ezt szintén meghúzom. Na akkor az egyes mellett én ezt kinevezem hármasnak. Ő lesz a következő csavar, amit meghúzok, és ugye ezzel szemben itt van az a négyes, amit szintén meghúzok. Ugye a hármas mellett itt van az ötös, tehát a következő csavar, amit meg lehet húzni, és a végén itt van a hatos. És hogy miért mondom én azt, hogy ez csillag arra, hogyha jobban megnéztek, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, tehát egy ilyen, nem is tudom, mennyi hatágú csillag formában kell ezeket szépen meghúzgálni. Na, akkor itt van a gyújtó elektródának a két vezeték, ugye a hosszabb az a távolabban lévő csonkra megy, a rövidebb az a közelebbre lévő csonkra megy, nem is tudod máshogy felszerelni, mert egyébként nem ér el a vezeték. Ugye itt vannak a különböző kis apró vezetékek, amiket most egy kicsit közelebbre fogok nektek megmutatni. Szóval elérkeztünk ide, és akkor mutatnám, van itt egy 35-ös számozású csatlakozó, ezt innen hátulról át kell bújtatni. Mert ez a csatlakozó ide a gázcsapba fog érkezni, ezzel az állással, és akkor ez itt bent van. Van egy földelési vezeték, amit ide, erre a pontra kell felcsatlakoztatni, illetve van itt egy másik vezeték, egy pozitív és negatív áramot, ez pedig ide föntre a gyújtó elektródának a csatlakozójához kell tenni. Ez az oldalt már nincsen szabad vezetékek, és akkor jövünk a következő négy vezetékre. Teljesen egyszerű, ugye van itt egyetlen egy, amit ide kell visszatenni. Van itt egy ilyen kis pici apróság, ez ide alulra jön a ventilátornak a irányító vezetéket, tehát amit hátul bekötöttünk, az adja az áramot, ez már kapcsolgatja a sebességet, meg ilyeneket. No, van ez a szintén ide a gázcsapba érkező vezeték, ez nyitja a mágnesszelepet. És végül, de nem utolsó sorban, a ionizációs elektródának a kis pipáját kell ide szépen visszahelyezni. És innentől kezdve gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy teljes egészében rendben van a kazánunk. Én már közben ugye, látjátok, itt volt a régi, itt van az új, bekészítettem egy új tömítést, amit egy teljesen egyszerű, viszont annál normálisabb módon, hogy ezzel a Hollanderlire behúzunk, és a behúzás követően maradunk megint csak a vízpumpa fogónál, és azzal helyére rögzítjük magát az egészet. Utána lejönünk szintén kutyába, mert ugye ide lent van a gázcsap, és megnyitjuk a gázcsapot, majd elnézni fogjuk egy eszköz segítségével a gáztömörséget. És akkor most tulajdonképpen a készülékünk az ki lett takarítva, ki lettek benne cserélve az elektródák, ugyebár vissza van kötve az összes vezeték. És hogy ne az ugye látjátok, ezzel a két kis piros köcökkel van ez rögzítve.
nézzük meg, hogy mit ír. Maga a készülék azt ír, hogy 1,8 bar nyomás van benne. Én ezzel most jelen pillanatban kiegyezek, tehát ez itt tulajdonképpen így jó, hogy van. Egy egyszerű mozdulattal fogom majd bekapcsolni, de még mielőtt ezt megteszem, hozom a gépet, amivel meg tudjuk nézni a károsanyag kibocsátást. Nos, hogy mindenkinek közérthető legyen, átállítottam magyar nyelvre, amikor bekapcsoltam, és fájdalommal közlöm, hogy 79 fokos kazán hőmérséklet mellett én ezt nem fogom tudni megmérni a hőmérsékletét. Ellenben, hogy ha már itt vagyunk, akkor tudok egy olyat csinálni, hogy beállítom az időt, tehát 16 óra 27 perc van most. Ugye beállítottam most magyar nyelvre tényleg, hogy ez mindenkinek érthető legyen, és akkor ugye beállítása, pontos idő és dátum 16:38-ot írt, de hát ugye bár 10 perccel kevesebb az idő, tehát ugye látható, hogy így kell szépen visszavinni. Az időpont a 2018. augusztus 9-e csütörtök, ez itt teljesen stimmel, legalább tudjátok, hogy mikor készült a videó. Jó, alkalmazva, visszalépünk, így van. Nyelv, az jelenleg a magyar, de hát ezt majd visszakeltsem a németre. Kontext fényerő, hőmérséklet mértékegysége, hogy Celsius vagy Fahrenheit bemutassa, fűtőköröket el lehet nevezni, gyári beállítás visszaállítása, mint egy okostelefonnál. Akkor, amit még tudni kell fűtés üzemre, ugyebár, ezt már mondtam is, van ilyen, hogy parti üzem, így talán jobban látszik, tehát a partizom az azt jelenti, hogy éppen bulit rendezel otthon, akkor mehet teljes gáza, hogy a koktélruhás lányok nehogy megfázzanak. Takarékos üzemmód, akkor kicsit hűvösebb van. Itt van a kívánt normális hőmérséklet, 22 fok télen bent a lakás, beszélni teljesen megfelelő. Kívánt csökkentett hőmérséklet, az azt jelenti, hogy itt éjszaka, amikor alszotok, akkor ugyebár kevesebb hőmérséklet kér, itt 17 fok van beállítva, tehát az alváshoz mondjuk talán elég télen. Jelenlegi üzemmód, az a fűtés és melegvíz készítés. Van olyan, hogy nem kész fűtés, csak melegvizet, azt most nyáron, de hát tulajdonképpen most ugye van ennek egy szenzor, ami a külső hőmérsékletet figyeli, és az alapján egyébként beállítja, hogyha mit tudom én, 18 fok alatt van a hőmérséklet, akkor csinál fűtést, és ha 18 fok felett, akkor meg nem csinál semmit. Vagy lekapcsolt üzem, akkor bár áramlat van a készülék, de nem történik semmi. Fűtési időprogram, ez még érdekes. Ez ugye hétfőtől vasárnapig van, és bekapcsol 5 órától 23-ig, addig van a normál üzem, és 23-tól reggel 5-ig pedig csak az a 17 fokos temperáló hőmérsékletet tud csinálni. Van esetleg ilyen, hogy ha elmész otthonról, akkor nem engedi, hogy széjjel fagyjon maga a ház, ilyenkor van egy elutazási program. No. Fűtési jelleggörbűvel most nem akartam külön foglalkozni. Melegvíz, kívánt melegvíz hőmérséklet 60 fok, ezt ettől nem lehet magasabbra vinni, lejjebb igen, de 60 foknál feljebb nem. Akkor van az időprogram, automatikus, ez automatikusan ugye azt az időintervallumot jelöli, mint a fűtés, de be tud állítani, hogyha egyedit szeretnél, hogy akkor egy teljesen más időintervallumban tudjon működni, mert hogyha van cirkulációs szivattyú, akkor ezt is be tudod állítani, hogy mikor cirkuláltassa a melegvizet a melegvizes rendszerbe. Ellenőrző üzem, erről beszéltem, ha ezt itt megnyomom, meg ezt, akkor elméletileg be kéne, hogy kapcsoljon, de mivel hogy túl van melegedve, ezért körülbelül egy olyan 10 másodperc után kikapcsoltát sokat nem tudok csinálni. Bekapcsolt minden, és mint említettem, ugye bekapcsol a kazán, de ennek legalább egy 2-3 perces üzem, 4 perces üzem szükséges, hogy ez működjen, tehát most bekapcsolt, látszik is, hogy megy a tűz benne, de 82 foknál tessék, már ki is kapcsolt, mindjárt eltűnt, és ennyi volt. Tehát meleg van, nem tudunk fűtés hőmérsékletet nézni. Egyéb információ, tulajdonképpen semmi extra, amiket elmondtam, az ez itt így rendben van. No, hát én úgy érzem, hogy erről a kazánról ennyit tudok bemutatni. És akkor most már csak így búcsúzva felrakom még rá ezt a burkolatot. Illetve ugye itt van a ellenőrző nyílás, annak van egy ilyen kis gumidugója itt a kéményen belül felül. Ezt még ide vissza, passzintom szépen.
és tulajdonképpen a karbantartási része megtörtént ennek a Viszpont Mitodens 200-as készüléknek. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem segítettem. Na hát, sziasztok! Itt vagyunk Zingenből, Berliner Platzon, és tulajdonképpen annyira nem is mondhatnám, ez nagyon érdekesnek, hiszen tényleg nem sok szép dolog van itt. Van itt egy ilyen nagy hülye 14 emeletes panelház, aminek a tetején dolgozunk, de ezt igazából most nem nagyon akarom megmutatni, mert két hülye olajkazán van, amit már bizonyán láthattatok, a két háznak, ugye ikerház, vagy legalábbis egymás mellett van két ilyen 14 emeletes, Remus meg Romulus a neve. No, hát nem tudom, ez a Berliner Platzhoz hogy jött össze, de nem is ez a lényeg. Viszont akkor, hogyha már itt vagyunk, akkor megmutatom, hogy hogy néz ki egy ilyen toronyház belülről. Szóval itt van a bejárat, amin bejöttünk, ezért is visszhangzik. Itt van valami orvosi rendelő, és itt vannak a liftek, amik hát gyakorlatilag egy sima átlag magyarországi panelházi liftnek is beillenék. Annyi különbséggel, hogy itt ezen a sarokból a nagytesó az figyelem, de rendesen. Na, menjünk akkor fel a 14. emeletre, és akkor látható, hogy egy ilyen szép rozsdamentes ajtót kapott, meg hát egy ilyen extra gázfavorítást. Minden esetre nincsen összefirkálva, összeugyazva, meg összeköpködve, és ez már szolgál 1970 óta, tehát azért láthatjátok, hogy egy néhányszor megtettem már ezt az utat csórikám, tehát lassan már egyébként ő rá is ráférne egy felújítás, és csodálkozok is, hogy ezt így még miért nem újították fel, hiszen ettől fiatalabb lifteket már cseréltek itt ki a németek. Megérkezően a 14. emelet, ugye írják, hogy nyomni, hát akkor nyomjuk. Na, szintén felérkeztünk, itt van egy sima, átlagos emelet, ugye egy, kettő, 3, 4, 5, 6 lakással. Elég nagy lakások egyébként ezek. Elektromos kapcsolóhelyiségek, és itt most nekünk ki kell jutni ide. Ugyanis ahhoz, hogy a lépcsőházba bejussunk, ki kell menni az épületből, hogy itt bemássunk majd a lépcsőházba. Itt megmutatnám, hogy azért ez egészen jó mély, tehát ez a 14 emelet itt lefelé elég szépen tart. Ugye tűzjelző, megadja, és a többi. Természetesen itt is figyelnek bennünket, hogy nehogy úgy érezzük magunkat, hogy nem néz ránk a kutya se. És akkor itt van ez az ajtó, ami a tetőre visz, és itt a tetőn bejuthatunk hamarosan a kazánházba, és most megmutatom nektek, hogy milyen a kilátás fentről. Csak szeretném megmutatni, ugye itt van a Zingen feletti Hohentwil nevezetű erődnek a romja. És ugye, hogyha jobban látjátok, akkor ezen a ponton van ott a legmagasabb épülete Zingennek, a Hegau Tower nevezetű épület, ott a Magi gyár, és a többi ott egy alumíniumgyár, és azon a részen már ott, ahol az ujjacskán mutatja, ott már ugye elkezdődik a Bodeni tónak az egyik csücske, azt hiszem az északnyugati csücske. Most fenn vagyunk egyébként egy ilyen magas háznak a tetején, ennek a háztetének a kis különálló épületéből jöttünk ki, itt van egy kazánház. Ez így ugyanígy néz ki, ennek a háznak az iker testvére. Itt a Berliner Platz nevezetű területen. Viccesen Romulusnak és Remusnak nevezték ezt a két nagy mocskos panelóriást. Nagyon csúnya egyébként. Na mindegy. Tehát itt, hogy hívják így egy kicsikét láthatjátok, hogy akkor hogy is nézhet ki ez az egész város így innen, ebből a magasságból, ebből a látószögből. Talán érdekes. Hogyha nem, akkor tekerjétek át, és akkor folytassuk is ettől populárisabb témákkal. Induljon a munkanapló következő része. Na hát akkor egy kis apró H plusz J típusú videó jöjjön egy Viszpont Vitoklossa 300-as típusú készlékről, amit tudni kell, hogy ez egy 170 kW teljesítményű készlék, amit a tavaly évben a karbantartását elvégeztem, tehát aki az előző évadban megnézi a Vitoklossa 300-as nevezetű videót, azt láthatja, hogy hogy nézett ki ez a dög. Na most, ami itt egy
furcsaság, ugye egy gázégőfélt láthattok, ugye le is kötöttem már a gázcsonkról, illetve kinyitottam, mert azért most ezt megint csak ki kell tisztítsam, de nem ezt akartam mutatni, hanem azt az állatságot, hogy van itt ez a kezelőpult, ami most így ilyen csúnyán lóg itt, és ez azért van, mert az elektródákat, amiket cserélni kell, az ionizációs elektródát és a gyújtó elektródát, azt egész egyszerűen nem lehet kicsavarni, meg kicserélni, addig még ezt így ilyen csúnya állapotba itt le nem engeded, és akkor hát gyakorlatilag már megint így innen küldöm ölelő üdvözleteimet azoknak az embereknek, akik ezt a kazánt ugye tervezték. Na akkor kiszedem gyorsan az elektródákat. Tehát ha jól látjátok, akkor itt van a gyújtó elektród, az már ki is jött a helyéről. És itt van akkor, itt van az ionizációs elektródnak a 78-17-324-es megrendelési száma, a gyűjtő elektródnak 78-107 és 19 a megrendelési száma, és akkor most ugye kibontjuk ezt a két dobozt is. És hát láthatjátok, hogy ott a régi, itt az új, ugye különlegesség, hogy ezt a gyújtó pipát, ami olyan, mint ami az autóban is van, tehát ezt a vezetéket úgy látom, hogy ezt természetesen nem adtak hozzá, tehát így a régiről fogom a vezetéket használni szintén az új elektródához. És akkor, ha már ezt így itt vagyunk, akkor be is tudom talán mutatni, hogy itt van ugye az ionizációs elektród, ami valamilyen oknál fogva beragadt, tehát majd ezt így meg kell nézni, hogy miért, de most még egyelőre ezt itt ide szépen behelyezzük, majd a csavarokkal ugye visszacsavarozzuk a helyére. Na, hát szóval említettem én, hogy beragadt ez a gyönyörűség ide, és nem akar kijönni. Hát megmondom én őszintén, hogy de ki akar jönni, így, csak így néz ki. És az a helyzet, hogy ez hasonló, mint a trombit, ezt így ki lehet innen szépen húzni, és majd utána kell visszatenni, de ezt már csak úgy, hogyha kinyitjuk az ajtót, tehát ezt mindenképpen szóna széje kell berhelni. Imádom ezt a fajta okos tervezést. Na, és hát ezzel a módszerrel ugyebár ki lett cserélve, ez itt már az új elektróda. Ki is nyitom nektek a kazánt, nézzétek meg. Ugye itt van a szép új ionizációs elektróda, és itt van a szintén gyönyörűséges gyújtó elektróda. Némi takarítást itt majd el kell végezni, de alapjában bőve egyébként helye közel rendben is vagyunk ezzel a készülékkel. Nos, és akkor miután rögzítettük az ajtót, szépen visszatehetjük ezt az elemet ezzel a két kis icipici imbusz fejű csavarnak a segítségével. És akkor most már ugye visszatettem ezt a irányító pultot is, ugye láthatjátok ott az egyik, ott pedig a másik csavar, ami ezt tartja tökéletesen. Szóval, hogyha legközelebb ilyen problémám esnétek, hogy egy Wismann Vitocross 300-as típusú gázégőfejes készülékbe kéne elektródákat cserélni, akkor ez a megoldás, hogy ugye leszeditek a gázcsatlakozót, utána a kábeleket kioldjátok innen és innen, leveszitek ezt az elemet, utána ugye ezt a 6 darab csavart, ami fogja az ajtót, azt kioldjátok, ki lehet cserélni a gyújtóelektródát, majd a nyitott ajtónál a ionizációs elektródának az elektródrészét kihúzzátok, kiveszitek ezt a részt, utána beteszitek az új elektródának ezt a fehér színű porcelán részét, majd az elektródát visszacsúsztatni, és tulajdonképpen ezzel el is készül ez a típusú munka, amit most épp bemutattam nektek. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszett a mai adás. Amennyiben igen, azt mindenképpen jelezzétek egy lájkkal, aki pedig még nem tette, az iratkozzon fel a csatornámra. Köszönöm szépen a figyelmet, én Tóth Péter vagyok, ti pedig a munkanaplót láttátok. Sziasztok!